hamuval betemetni saját mocskába folytani nem sietsz Kartágót? Bábszínház az ég. A madzagon mozgatott fenyegetés csak ideig óráig riaszt vissza a bűntől. Megrezzen a lélek, s mihelyt félelme apad minden csábításnak enged. Kaszarús, Jupiter! Nézd! Nézd a megcsúfolt bohócot! Hosszú évek kulisszái között táncolok, smókázom Afrika forró színpadán, szerelem majma ég. Sóvár bakkecske a komédiák ostoba garába. Nem lesz ennek jó vége. Hosszú távon gondolkodik, kicsit radikálisan az igaz, de ránk is fél. Teljesen bepunyadtunk. Változásokat akar és igaza van. Látod te, hogy mi lesz ezeknek a változásoknak a vége? Az fáj neked, hogy áthelyeztenek, igaz? Nem az fáj. Egyébként meg lefokott sztál, és az nem ugyanaz. Nekem ez így jobb is ugyan, ugye már, mert kevesebb a meló. És köszönöm, hogy a fizetésemet nem bántottad. Nem. Nekem nem ez fáj. Hanem mi? Mindenki rühelni úgy viselkedik, mint a élet és halál ura volna. Látod egyáltalán, hogy mire készül? Nem félik a fogatokhoz a meló, ugye? Jaj, ne legyen igazságtalan. Teljesen belebolondultál, és semmi se tettem észre. Van, mi bajod van tulajdonképpen? Hát mindennek mi iszunk meg a lelét. Mi ellenét iszod meg, bazd meg! Olyan pályázatokat adott át, amelyről te az életedben nem hallottál. Olyan befektetéseket valósítunk meg, amikről álmodni sem mertünk. 4 külföldi tévécsatornával kötöttünk partnerszerződést. 3 új műsorunk van, és a produkciós támogatásokat is meglobbizta. Hogyan csinálta, nem tudom, de nem is érdekel. De a dupláját ítélték meg. Kamarás meg kitörölheti azzal, hogy megvonta az önkormányzati pénzek felét. Tényleg nem látod, hogy mi lesz ennek a vége? De én látom. Te vagy az, aki nem látja. Aj, szűs barátom, megöregedtél. Egy vén kövület lettél, érte? Saját seggelféted, semmi más. De figyelj, 23 éves korában az ember megír egy, ez mégis egy színpadra szánt, vagy hova szánt, vagy csak... Ez úgy indult, ugye, hogy Jakab tanár úr unalmas nyelvészeti óráit szoktam olvasni, és akkor olvastam a Baróti féle Énei fordítást, és aztán ott észrevettem, hogy milyen jó kis drámát lehetne ebből összehozni, és így. Ez egy 2 szemeszteres volt. És hát ott van benne persze az egész akkori horizont, Babits Lauda médiája, és egyáltalán a Parti nagyféle nyelvhozban, amikor úgy bimbózott, tehát úgy kicsit inkább ilyen. Fölmerült az benned, hogy ezt valakik bemutatják színházban? Azt nem, inkább ezt ilyen könyvdarabban gondoltam. Van olyan valaki könyvdarabot akar írni? Persze. Igen? Szerintem az a normális.